Felvételt Jó, elindítottam, úgyhogy volt join crew. kövessétek be a VOD csatornát, jó, mert valami lesz. Na. Hallod, Bodos? Nem Igen. lehet csatlakozni a crewhoz, Bodos. Miért? Miért nem? Nem tudom, nekem azt írtak, hogy nem lehet csatlakozni. De már elmondtam, hogy miért nem, bazd meg, próbálj hozzá erősebben. Javíts az eredményeid. Nem írja ki? Nem vagyok én kutya, hogy próbálkozzak, elsőre is menni fog. Jajaj. Most online-ba raktam magam. Megvolt a probléma. Azok remeg a kormányom. Hát már érzi a vesztét, érzi a vesztét. Már a kormány is reszket. Igen. De nem tudom, várjon már. B. Esküszöm, hogy Tire Killer. Hát igen. Mindent se tudod megvédeni. Senki nem látja amúgy a Matyit? Én nem tudom, én nem is figyeltem. Mindjárt nézem, de egyelőre dobjon minket. You join the crew. Álljál, mindjárt megnézem. De amúgy a Shift F2-vel, vagy nem tudom, jól megnézed, akkor ha? Elég küldtem neked meg. Én nem látom, biztos rejtett üzemmódban van. Én sem látom meg. Inkognitóban van. Itt vagyok. Csak fogadja el mindenki a meghívó, akkor csak várni kell. Ha itt is vagy, csak Gutikát nem engedi be. Az a tanyasinet meg a gyenge teljesítmény kombinációja, ez borzalmas amúgy. Távónak itt vége van. Matyi is izé kumplisnettel van? Nem, én ben Matyi vagyok. Már ben van. Az enyém ilyen izé. Hát figyelj. Én az a posztra. Én úgy gondolom, hogy... Pedig Németország az egy fejlett ország. Igen, anyagilag, ezért van annyi pénzük. Mióta vagyunk négyen. Mióta Matyi bejött. Matyi vanyomtam a porzát és aztán így csatlakozott. Tényleg a forzát azt veled streameltem, nem? Lehetséges. Biztos, hogy igen. Jó, mondjuk az kemény volt. Jó, kizú. Ez kérdez éppen a Crew Motorfest. Várjuk, hogy a anyasi Gottika, a német prémium internetjével be tudjon csatlakozni aznek hozzánk, mert nem igazán jön össze neki. Figyelj már, küldök neked még egyet, ilyen, hogy mondjam, ilyen kegyenlet izét. Kicsit. Elfogadunk minden alap. Lehagytam, mint a borra valót. Tessék, csak fogadd el, ne, csak egyszer fogadd el, nem kell többször. Hát ember. De a Crew Motorfest a játék neve. Mindent elfogadtam. Megálltam még kávézni, megvártalak, Matyi. Érkezem, gyerekek. Premium internet, megadja. Nézzük. Premium internet? Hát tudod, csak itt van ilyen szar, amúgy bent a belvárosban ezres netek vannak. De miért? Te hol vagy? Tettél legfőt a hegyen, vagy egy izé? Hát a hegyektől, ilyen. A hegyektől olyan 145. Így van. Tivike, így van. Voltunk fent az asszonyra, elmentünk ma alatt, szép hely van. You could not join the crew. De miért? Mert anyas jönnet. Mert buzi a Motorfest. Na, várj egy pillanatot, vagy menjetek addig egyet, én most kilépek. Menjünk egy bemelegítőt? Ja, és akkor következőbe bejoinolok, most újra indítom a gépet. Ne kiabáld el, csak következőben is megpróbálod. Jó, akkor intok egy grand lét. Szerintem a netet is indítsd újra. Ne csak a gépet. Ja nem, azzal nincsen baj. Köttes új netet addig. Völgy bele, akik az is hülyett a netet. Na, csak a gémet indítom, mert már... Na mi van, nem tudom elindítani? Launching Grand Racing Crew. Gyerekek, gyertek. Hello Forza Horizonhoz képest milyen a játék? Én szerintem sokkal jobb, de ez mondom, ez nem akarok, ez egy saját vélemény. Én szerintem kijátszottam a Forza Horizon 5-öt is, most az 1-et is, azt hagyjuk. 5-öt is kinyomtam, van benne 80 órám, kinek mi? Most már inkább azt mondom, szerintem ez jobb. Kormánnyal mindenképpen egyértelműen jobb, nekem. Tehát, hogy az, hogy minden autónak megvan az egyedi kormány szöge, az a 90 fokos fos, mint a Forzába, nem szeretem, úgyhogy baj. Jó, oké, utolsó vagyok, Rally Raid Drift, ez nagyon jó. Ez az! Örülj neki, még az előbb izé volt, Monster Attack, Rally, meg Rally Raid. Ez még istenes. Majd lesz még. Ezt szeretem. Hú, ez nehéz lesz.
ez az a kategória, nem, ez kormánnyal nem jó. Itt mondjuk mind a hárman kormánnyal vagyunk, az a szerencse. Na, én mondjuk én nem tudom. Kipróbáljuk én, ezt. Én nekem ez tetszik. Nem az a, ba, nem, a, nem az a baj, hanem hogy rángatnod kell a kormányt jobbra, valamint egy idióta, miközben a, aki meg nem kormánnyal jön, az már csak balra jobbra nyomkodja, és annyival könnyebb, ralliba nem számít a kormány. Nem. Nem jók, nem jók, amúgy a Supra az pláne nem jó, csúszkál, mint a szar, nem lehet vele menni rendesen. Nem használjuk, megvannak, hogy mik a metakocsik, már azokat ismerem. Mondjuk ezt nem tudom, hogy jó, amivel most megyek, de ki akarom próbálni. Figyelj, a rallit azt mindig C3-mal lehet megnyerni. Rally Raidet meg a C3. A Lancer jobb. A Lancer amúgy jobb, csak még nem találtam rá jó settinget. Én most ezt kipróbálom, lehet, hogy megszívom nagyon, de ezt most így elengedem ezt a versenyt és kipróbálom ezt a kocsit. Mivel vagy? Gyorsabb amúgy a Lancer, mint fókusszal. Izé, dupla szárnyas? Aha. Nem volt, nem volt. Kizu, kiad a pálya, ez a te szakaszod. Igen. Meglátjuk. Gyaláznod kell a népet. Igen, nyomkodjátok a lájkokat ezzel a TikTokon, gyerekek. 21 néző van már, mondom, ezzel világbe... Én most attól csak rúval játszok. Ennyire szeretitek amúgy, hogy ilyen sokan összegyűltek? Kiválasztottam a Citroent véletlenül, szóval lehet, hogy most nem leszek annyira jó. Jó az amúgy a Citroen. A nézőket, vagy már nézőket kérdezném, hogy, hogy a crew vagy a tegnapi Need for Speed volt a jobb. Hát ezt felejtsd el, hogy én bármilyen eredményt el tudok érni. Nem megy ez a szar. Lassul le a füvön. Ez a Citroen, ez az... Kicsit kiábrándító így a Mitch után. Behoztad? Hát így gondoltam, megnézem, hogy mit tud, de... Jó, az kizom, csak kell a pénzet. Mondjuk az is igaz, lehet, hogy az számít valamit. Hogy ne számítom? Nekem nincsenek ilyen pro settingjeim. Na, addig én elszívok egy cigit, aztán jó. De figyelj már, ez nem megy szar. Az előbb még azt mondtad, hogy szar, most meg már jó. Talán meggondoltam magam. Most mivel vagy? Dos gondolkodó vagy. És ez itt van, nem is? Nehogy is. Azzal a Forddal megyem neki dupla szárnyal. Ez nem szar. Fókusz, nem? Vagy valami ilyesmi? Mi azért hoztam be, mert kipróbáltam csőn mindenkinek. És egyébként elég jól ment. Persze, mert az tetszik neked, csak azért hoztad. Ne, annyira nem menő az első szárnya. Jó, az... Húba, ez végig ilyen pálya lesz, bazd meg. Nem látok semmit a fűtőt. Megy egyelőre. Ilyen jó a külső nézet igazából ott azon a fűvös izén. Szia! Bazd meg. Bazd meg, ez a váltás, oh. Ez. Na de most BMW-vel vagyunk. Jövök, sziasztok. Egyből kettő, pipa. Megint még egyből négyet, le is elüsztem. Ugye már, Macsi, te hol vagy? Beköszöntél elém, most el is tűntél. Ja, fejreálltam a ugratás után. Az nem jó. Hát. Sajnos Subaru nincs a játékban. Majd lesz. Vagy várját a harmadik kategória meg a izé. A drift.
Mm-hmm. Amúgy itt vagyok 5. vagy nem, 7. helyen, 6. Ami ad neki, az a lényeg. Ez meg a kurva fa! Kibaszott fa. Nem akarok fát látni. Hát én lepuszíltam most egyet. Az meg! Ah, nem. Ezt nem viszem el. Meglökött a csávó, azt elbasztam a checkpointot. Vigyázz, innen lakoma vagy ki vagy te itt, bazd meg! Bazd meg, miattad hagytam ki a... Csúnya volt az a checkpointos hiba. Nem kellett volna. Jöjtál egy checkpointot? Igen, mert meglöktek oldalról, köszönöm a rózsát. Én meglöktek is, oldalról, és nem bírtam visszamenni a checkpointba. Driftre azért kíváncsi leszek. Ez könnyű. Az könnyű a drift. Tudod, miben van reménykedek, Gergő? Miben? Hogy van elég hely a gépen, hogy felvett a győzelmet. Úgy jó, hogy mondod, majd meg kéne néznem, hát, hogy... Hát, lehet, hogy pont megáll meg itt, ezt nem ez bizonyíték? Hát, nehogy aztán itt a győzelmünket a kizúva nevet fel. De nincs mit fölvenni. Majd lesz. Kétség nem úgy. Na jó, van, imádkozzatok. Mit hoztad, Driftre? Hetront? Aha. Hát, persze, hogy ezt hoztam. Le. Még a Mustangot... Az meg! Mi van? Ember! Ííí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 í kicsit benézted azt a checkpointot, nem? Egy csöppet. Váltás. Hát nem egy izé, Königszeg. Hát ez csúnya lesz. Lesz meg. Ez meg üzélek végig. Mindjárt utolérem. Nem, nem jó, nem jó az Eltron. Soha többet nem hozom be driftnek, bassz meg, nem jön szar. Driftre jó, ide nem. Azt nem tudom egyenesbe rakni. Én is azzal megyek, ne aggódj. Én a Mustanggal, de mindjárt. Nekem itt a Nissan az a igazi. Mustang az jó, mert aznak olyan processing-e van, ami véletlen leesik. Ha írtak ő. Hát a Königszeg ezerszer jobb. Nem az Eltronnal van a baj, csak... Fordulni nem fordul, amikor kéne. Tudod, mivel van baj? Mivel? Pilótával. Hát de nem ülsz benne. Én vezetem. De ülj, tehát azért mondom. Ja. De akkor az nem lehet baj. Ez az. Pilótával van baj. Én behoztam harmadikra. Ezzel a pilótával, haver, semmi baj nincs. Most is helyetted megyek a kocsiddal, bazzing, mert ó, köszönöm a rózsát! Meg a szíve. Hát, gyere. Ó, köszönöm az ajándékokat, most nézem. Köszönöm. Lájkokat toljátok ezzelre, Königszeg a Top Gearnél a váltója miatt az FIA-nál meg a legjobb motorja nyert idén díjat. Hát a Top Gearnél már tök mindegy, mert az ugye megszűnik. Nagyon komoly, jobban tetszik, mint a Need for Speed. Hát mondjuk ezt nem csodálom, az új Need for Speed-eknél azért az egy... Na, küldjed a tanulságnak az évet. De nem, mondom, nem a neteddel van a baj, a teljesítményeddel. Tudod, mit kaptam? Mit kaptam? 47 000 XP-t, fiam. Még te otthon ülsz és vársz.
Pedig most majdnem mondtam csúnyát, de inkább nem. Nem kell. Vajon, mert a mailbox, meg vajon a mailboxom is tele van. Nem tudok, mit csinál. XP-re nem lehet beváltani? Ezt mindent XP-re akar baszni. Beváltom ezt is XP-re, fiam. Nem tudom neked, nem lehet, nem lehet neked invet. Jó van, fogadjunk, fogadjunk. Na, mennyit teszel rá, hogy megelőző vagy sem? Bármennyi. Ha akarlak, akkor nem, nem vagy elérhető. Elérhető vagyok, már itt vagyok. Bizár dolog. Küldök. De hallod, még izébe se vagy elérhető. Nem látszol még. Rendisztel se. Ja. Tika, csinálj valamit az internetet, de... Nem csinálti semmi baj. Hát a izé, a Top Gear az megszűnik elvileg, mert hogy a baleset miatt nem akarják, mit tudom. Idén volt egy baleset, aztán miatt nem akarják. Régen mennyi baleset volt? Hát jó, de a csávó meg is sérült állító. Most gyerekek, mit csináljunk Utikával? Invite to the crew. Azért tudok neki küldeni invet, de nem elérhető a csávó. Ez a crew Motorfest. Ez nem a játék hibája, ez a Ubisoft. Ez a Gottika hibája, nem a játék. Nincs semmi baj. Nem tudom miért. Hogy nyisztam, csatlakoztam, semmi baj. Always at your disposal. Most is lehet, hogy csak várni kell egy picit. Azt láttad amúgy, Marci, hogyha drift autóval mész, és kézifékezel, akkor lenyúl és behúzza a kéziféket? Én nem tudom, ebben a játékban ki az, aki használja a kéziféket drift autónál. Én. Én is használom. Én is szoktam használni. Én nem. Igen, Division jön iPhone-ra is. Na, itt a Guttika indítom. Na végre. Várjál, de ne ugyanezt. Tisztázzuk. Mivel ugyanezt fog indulni sajnos. Ne. De, és ez az a kategória, ahol Guttika el tud verni. Tehát az egyetlen szar, ez a szedében az olyan szar kategória, ahol sajnos a Guttika egy picit nem. Nem. Ó, van repülő, ez az. Melyik repülőt kell behozni? Azt a zöld katonait. Ez az R8, valami nem tudom milyen, R8R vagy valami szar, hasonló neve van. A japán nagy öregek sem használnak kéziféket. Hát nem tudom, hogy feltűnt egy kamerán keresztül, hogy nem vagyok japán. Nem öreg. Mondjuk a második lehet, hogy vitatkoznék, de japán semmiképp nem vagyok. Ki tudja? Mit akar az állarc, a szakáll? Japán kis kínait. A izét mondod, nem ezt a F8F beakadt terket. Igen, az kell. Irkát. Megpróbálom a repülőt most, úgy döntöttem. Dávid Kolros. Itt van Dávid. Szuper. Na, Dávidot jelöljétek be! Ott van a Mitsubishi Lancerrel, Dávid Kolros. Mi a neve? Dávid Kolros K. Ó, köszönöm! Köszönöm a 100 bitet. Többet? Lehet, hogy többet kellene majd. Én is úgy tervezem most már. Főleg, mert Guttikát meg kell előznöm. Ajja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 j
Matyinak iskolába kell járnia. Dávid, kötőjel, Kol, Ross, K. Ezt hogy tudom bejelölni? Nem tudom, nem bejelölni. Van egy add friend. Már mindegy. Friend request. Hogy tudok friend izét küldni? Request. Ubin keresztül. Game invite. Invite friends. Hogy kell? Friend request. Game invite, nem? Nem. Nem, akkor behívod a játékba. Hol tudom meghívni? Valaki írja már le a nevét. Dávid Koldoros volt, 2L2S. Nem tudom, mi volt a vége. Na. Gyerekek, felém jött egy új. Valaki jelöl, valaki írja le a nevét, légy, és a vége van a menetnek, mert elfelejtem. Én tuti elfelejtem. Most nekem koncentrálnom kell a guttikáékra. Gyerekek, én olyat tudok rajtolni, amit senki más. Ezt nem tudom, hogy csinálom.
Jaj, köszönöm. Te madarakat mikor eteted, nem? Jaj, Matyi. Basz meg. Ne! Nem, ilyet nem játszom. Nekem most komoly, nem már... Ez leesett? Miért vagyunk 200-an? De az mi volt? Az láttad, Gergő? Láttam. Az úgy enyhén fölborult. Ezek hova tettek? Ez van a... Ilyen tudom. Az ember fogja magát, azt elmegy jobbra az ember, mikor előtte van a checkpoint, vele szemben. Köszönöm a lájkokat is. Ne már! Az majdnem kihagytam a... Én meg kihagytam. Nem baj, én itt vagyok Guttika mögött. Én meg itt vagyok Matyi mögött. Én meg itt vagyok a 17. helyen. Szörnyű, hogy mindenki mögöttem van, ismételten. 5 centire. Már soká van az 5 cent, az mit akarod? Dők az, figyeld már! Ennyit! Szia! Aj, kanyarodj! Na, nem lögdösődünk itten csúnyába. Mert bajok is lehetnek ebből. Ó! Oh. Te kanyarodjál, Matyi! Várjál, mert itten izé van, váltás. Melyikre kell menni? Baloldali, hogyha nem akarod repülni. Nem tudom, hogy melyikre, most a baloldalira mentem, az nem tudom, hogy jó ötlet volt-e. Gyerekek, azért látjátok, hogy Guttika az van az első pozícióban? Jó, hát vannak még véletlenek, meg még nincs vége a versenynek. Ismét. Várjuk ki a végét. Azért én is följöttem a top 5-re. Jó, de itt kanyarodni kell olyan csúnyán. Elbasztam. Azért majdnem kihagytam a checkpointot. Guttika, célba vagy, látlak. Megyek. Nyomom, testvéreim. Mindjárt utolérlek, a krumplis netedben együtt. Nem vannak repülősök is. Hát azokkal nem tudom, hogy fogok versenyezni. Az meg. Ezt nem viszem el. Gyerünk, Kizu. Hát úgy, hogyha többszörösen kiadok checkpointot repülővel, akkor úgy könnyű lesz. Na nem az a baj, nem előttem a repülő sokkal gyorsabb. Hallod, bejöttem a repülővel, sorba dobálja rám a játék, hogy complete it. Igen, mert ugye annak van küldetése bőven. Semmit nem csináltam meg belőle, hát ez is ugye azt jelenti, hogy megint XP-be érnek utol. Atyi, mit csinálsz? Mit csinál? Baszki, nekem jött. Hát ilyet. Na. Te jöttél nekem. Én? Ez tök szabályosan mentem egyenesen. Hazugság. Az a baj, hogy ilyen borzasztóan jót kell kerüljünk. Hogy ez sajnos. Az első amúgy repülővel van, csak elárulom neked. Azért nem látok semmit ebből a kibaszott fűtől. Nem tudom, én mindjárt utalérem Guttikát. Én meg a Matyit. Célbe mérve. Itt van mögöttem a Matyit, igen. Látom a kis áramszöget, hogy... Az a szerencsét, hogy csak egy hete van kormányom. Eddig az volt a kifogásod, hogy nincs, most meg az, hogy van. Egyre jobb. Ez nem kifogás. Még nincs elég ideje, tudod? Az igen, öcsém. Nem fogom őket utolérni, gyerekek, akkor se, hogyha fejen állok. Két checkpoint miss, az nagyon sok. Mi ez a vizé repülőről visszaváltás, ember? Ja, még csak most tapasztalod ezeket? Jó, Gergő, most mi? Jó, bazd meg!
ez a driftes autót, ezt be kell prosettingelni, mert ez így nem tudok így vezetni ezzel. Így csúsztam. Én most ott szívtam meg, ahol a Gergő az előtt. Á! Bazd meg! És kiadjam a check. Az driften nem lehet gyenesen menni, ez a Mustang az egy szar. Nem tudok én se ezzel legyenesen menni. Ez kell, hogy nem lehet. Még berakott volna egy rallyt a végére, hát akkor vége lett volna mindenkinek, mint a bot. De így. Sajnos. És itt a napraforgók között. Nem tudok menni ezzel az autóval. De miért áll keresztbe a lóvi? Mondd már el nekem, hogy miért nem lehet ezekkel... Hát, csúszik, mint az állat. A sofőr hibája, már elmondtad. Menj már az utamból! Nézd már, hogy teper előttem a kis szaros. Eljje. Eljje, guttika. Egyenesbe rakom itt a hátsó kerekeimet. Azt a kurva életbe már! Tudtam, hogy hogy megy a... Königszeg? Na igen, az Audi nem tud itt rendesen befordulni. Valami Mustang itt kavirnyászik az úton. Úgy is úgy keresztül álltam. Ne! De azt vágod, azt mutatja nekem azért, hogy te vagy előttem, miközben így jössz mögöttem. Ez hogy? Bagos! Ez az... Én beértem. Nem ért még oda a netedhez az info. Nem érem utol. Jó, mondjuk ezt lássuk be, hogy azért konkrétan utol értem a guttikát. Ez mondjuk durva. Tud valaki egyenesen menni? Két checkpoint miss után. Hoztam be. Na, nekem csak egy ott a paravannal, amit az előzőnél elrontottál. Ott az telibe. Én nem tudom, az hogy kell az ott bevenni. Jó, mindenkinek. TikTokon a lájkokat pörgessétek, Crew Motorfest. 20. lettem ezzel a szarral. Ennyi. ONS Grand Racer, 48.000 XP. Mi a franc? Én hoztam a harmadikat. És mindenki a Mustanga. Hogy mondtam, hogy bejön ez a Hunningen, és ez lesz a izé meta. Nem indítom újra. 3 miss volt autóval, 2 autóval, 1 repülővel, ja? Akkor meg plán... Ne ijed ilyeneket, mert így is gáz neki, hogy utolértem 2-ben, vagy 3-mal. Mit értél utol? Semmi, semmi. Racing Alpha GP Street Tier 2, haladja. Aha. Biztos vagy benne? Az jó lesz. Hogy a picsában? Nekem. Mindegy. Figyeljetek, ezt megnyerem. Úgyhogy mögöttem nem lesz senki. Várjál, még félkezzel ittem, majd csokizok, meg izé, stb. Nem kell. Na ez az izé, Gergőnek a utamja. Így van. Honikon olyan szinten meta, hogy jobban gyorsul, mint egy Hypercar. Á, nem. Nem amúgy. Szerintem nem jó annyira. Meg hamar vége van. Nézzük, mit hozzak. Mivel jöjjünk itt? Ki mit ajánl racingből? Nem mondjuk meg. Nem mondjuk meg, mert jó lesz. A Honik, amúgy a Honitron, vagy miatt akarom, az elektromos Audi, az nem rossz. És most ez viccen kívül. Tényleg. Ja, meg kellett volna vegyem. Ja. Ja, akkor Camaro. Akkor Camaro. Jó lesz. True Motor Fest. Iha. Ezt a Camarót kell elverni. Tudom, ezt. tudom, hogy tesztelte. Jobban gyorsul, de hamarabb vége van. A drift autók amúgy is kurva erősek. Az tény. Ez jó lesz. Attól függ melyik, mert mondjuk a... Szörnyed a Defrance kocsi azért szerintem pusztít. Most már nekem is van. Azzal jöttél? Vagy jössz majd? Nem. Hát majd ha Hypercar lesz, akkor igen. Van, de processing nélkül nem hoznám be a helyedbe. Vannak
sofőrök, akik processing nélkül is tudják összeadni. Meg vannak, akik processing nélkül fognak majd sikongatni. Majd a Guttika azért megbányálsz valami processinget addigra. Itt a Jack! Oh, ott megy! 8. helyen van! Á, megrekerültem a Ronis derbibe, gyerekek! Itt jövök mögötted. Ne! A levegőbe jöttök belém, basszak, ugratás közben. Gutti, most egy pár percre csapattársakká válunk, jó? Pár perc. Bassz meg! Gyere utánam! Ó, bassz meg! Ez így szarul jött ki nagyon. Ez fájni fog. De jó! Ne! De szarad! Ne lökj már! Hát, tol neki a falnak. Ez milyen kanyar már te, hogy ezt a falat teljesen legyünkbe vizélje? Ajj, bazd meg, ezt nagyon benéztem! Ah. Te is? Na, keresztbe is álltam. De hogy elnézem mindenki. Az, hogy mindenki akart azt a kanyar, de ez így benéztem. Valamiért nem fordul, bazd meg a Camaro. Vagy lehet, hogy rossz szíveken megyek. Őt biztos. Vagy rossz kocsival. Nem hiszem. Na, nekem is ez van a izével, a fugával, hogy nagyon nehezen akar fordulni most. Valaki rajtam jött! Kanyar allergia, azt mondja. Mindenképp. Ott nincs szélárnyék, azért az itt, ez így probléma. Konkrétan ki akart lökni a csávó, csak benéztem, mert elengedtem, és elment a kutyákba. Igen, ugyanaz a csávó lökdösök végig engem. Tudom, én elengedtem, és kiment a... lement a szikláról. Én is azért fékeztem ott nagyot, hogy Pont amikor te mögét beértem, akkor próbáld meg kilökni, csak nem jött egész. Nem tudok többet kihozni ebből a kocsiból. Utolsó meg az Audi lesz nekem, az meg ugye csúszik. Osztor volt! Elején olyan roncs derbibe keveredtem, amiből egyszerűen nem tudtam kijönni jól. Mondta, de én is szeretem.
valahogy nem akarja nekem adni nagyon ez a Forma 1, még mindig. És kisodródok, bazd meg, autóváltásnál. Ó. Oh. De ez hogy? Hát majd egyenesbe váltok, ember. Hát én kanyarba váltottam. Ó, de rosszul kultoztam. Az Audi egyébként ez szerintem nem rossz. Egy Pro Settinggel még jobb lenne. Ó, nem magukát akartam behozni és elfelejtettem, látod? Na ízét hoztam, mert Lambót. Én meg valami Evo 9-et. Beérjött, amit kaptunk? Nem. Szóval, hogy 3.40 környékén tudok menni, nitró meg szélárnyék nélkül. Nem tud többet menni sajnos, pedig jó lenne. Ez fal. Kár mindegy, utol már nem érnek, az kizártnak tartom. Ugye a 9. hely az fix. Hát még Guttika utol érhet. Nem fog, hát nem tud, nagyon le van maradva. Öt százalék van. Ha nem batom el, akkor szerintem nem, fizikailag nem lehet, hogy utolérjen. A célra. Ha elején nincs az a rossz rész, akkor ez sokkal jobban lett volna neki. Majd ezt a jó utat értem. Ja, ez egy rakott. De nagyon szarkocsival jöttél, láttam végig drifteled az egész összes hát kereszt. Nézzek, itt állok szembe veled, Gergő. Nem rossz az se egyébként, csak nagyon sok autó olyan amúgy, hogy gyakorolni kell vele, hogy jó legyen. Nem, ez ott van Jack. Jack már nincs köztünk, ő már lelépett a DC-ről. Csak a Retro van, akit... Retro-nak amúgy akartam írni, hogy jöhetne velünk, úgyhogy jó, hogy jöttél. Mi van, nem tudom elindítani? Nem tudom, de ha azt megvárod, hogy... Ha mindegy. Elbasztam, mit kell megvárni? Három. Vegyek egy Lambót. Nincs Lambó, fiam. Nincs az kérdés, azt elbasztod, mert konkrétan közölted velem, hogy szeretnék egy jobb autót. Hülye vagy? Basszik, hát nehogy már még engedjem, érted? Ez még magammal baszok ki. Nem baj, most megverlek. Nincs meg a Crew 2-ből az Audi R? RS7, vagy mi? De! Több sárga Porsche, vagy a az NSX, NSX, ezek mind jó. De, csak nagyon gyorsan kellett választanom, aztán... Hogy kapkodtál. Azaz. Ezt se hozom be többet, az is biztos. Én a Forma 1-nél érzek el, de nagyon... Itt van. Nem adja. Hát... Megpróbálok valamit alkotni. Van, aki motorral jön. Akinek elgurult a gyógyszere. Jó, mennek azok is, csak lassabbak, mint az autó. Ennyire jó ez a bolid?
Bugatti? Aha. Nagyon jó. És hát nekem tetszik, így processing nélkül, minden nélkül egész tűrhető. Ugyanúgy a Chevrolet is nagyon jó. Így van. Már megint vasárnap van. Hamar elment. Minden nap egy vasárnap. Mit csinálsz itt rajtam, izé? Bandákodsz? Ki? Én megmásztam a gurtika. Fedélzeti kamerámat le akarod törni? Na, viselkedjetek, mi az, hogy 2-1 ellen? Én csak megmásztalak, nem tudom, miről beszélni. Jó. Gyerünk. Na, onnan indulunk. Remélem, jó átúró meg. Mögülem. Megnézed Guttika, azért a visszapillantó van a... A Gergősz? Hogy... Ja. De nem működik a visszapillantó, valaki összemocskóta. Ja, tényleg. Kicsit olajas. Hetedik helyről indulok, és nézzétek, hogy fogom legyorsulni a Gergőt. Nitro nélkül. Pápá. Akkor figyelj. Mire? Mire figyeljek? Úristen, mi van itt? Na, baszd meg! Mi csak történt itt? Volt egy tömeg baleset itt a háttúl. Az igen, Mati megérkezett úgy izé falba, mint a húzat. Gergő, ezt elbasztuk, ezt remélem tudod. Baszdmeg, ez mi volt? Hát körbejöttünk, ott van egy levágás, tudod, az épületnél. Ah, igen, gom. Azt csináltam én. Csodálkoztunk is, hogy egy épület sarkát. Nem az, mi nem kaptuk el, hanem mi körbejöttünk a Gergővel. Tudod, a bak vezette világtalant. És te vagy a világtalan ebben a beszélgetésben? Az meg megint elmentek, az első voltam. Te meg a bal. Állj, haver, mindenki neki megy a falnak amúgy. Én nem mentem neki, mindenki beléde ment amúgy. Nem látom. Szedjük már össze magunkat, bazd meg, mert ez katasztrófa, amit művelünk. Napfénytől nem látom. Hajd le a napelemzőt. Szia, Matyi! Vigyázz már ide, motoros bazzeg, itt előttem szaragodik. Gyere be mögém! Hagyd már a seggemet békével! Ne vágom! Állán maradtak, mint a borra való bazzeg. Érted, a motorral meglökött. Erre még meg lehet az első hely. Ez az. Baszdmeg, bejött közénk egy hely. Elé. De úgy, hogy váltottam, hallod? Hát úgy, láttam. Részese voltam a sztorinak. Kicsit benéztem, baszdmeg. De hallottam, hogy mögöttem csapódnak a falnak. Mögöttem vagy? Emberek mit művelnek? Lötösnek össze-vissza, mit csinálnak? Hát? Ó, ez fájt. Vissza kell kapcsolnom az ABS-t? Miért van kikapcsolva? Ja, miért van kikapcsolva? A drifthez jó. Na, nem éppen drift itt, csak verseny van. Hát első kettő már nem lesz meg. Ah, bazd meg! Ne kilökött a falnak. Tudom, rögdösődik. Semmi baj, megszoktam már. Ilyen nincsen genyó! Azért bementem a parkolóházba, ugye a parkoló autónak a ház elé. Én nem mentem volna, nem lettek neki ez egy ilyen őrbódének, hogy mi a szar azt tudod. Szia, Matyi! A csávót ki kéne lökni amúgy. Igen, szerintem is.
Nem rám gondolt. Amúgy nem rám. Van a Schengenben? A Thrustmaster és a Logitech csatája. Ja, a gyereke kezdődik. Rendesen kellemetlenül érzem magam, hogy egyedüli billentyűsként itt toborgok köztetek. A szomorú. Bazzik, ez a váltások... Nem foglak utolérni, mert elfogyott a nitron, Gergő. Nekem is. Azt mondtad, Gergő, hogy ha te Gustik előtt végzel, én megkizú előtt, akkor mi nyertünk? Így van. Ennyi jó. A lényeg. Köcsök forma egy ne lenne úgy, de jó lenne. Én úgy örülnék neki, ahogy. Ilyen opció is. Sőt mindenkinek, köszönöm a követést. TikTokon a lájkokat toljátok! Ugye beérem Gustikát. Menj, nem baj, ez jó lesz. Kit akarsz beérni? Téged mindjárt beérlek. Ojj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 j
Kicsinyített el? Hát igen, mert neked előre mutat a térkép. Ó, ez fáj. Nekem hátrafelé nagyon keveset mutat a térkép, azt mondjuk amúgy nem értem, hogy miért nem tesz be középre amúgy. Mert előre kell látnod, basszak, nem hátra. De én szeretnék mindent is látni. De az nem lenne jó, mert ha középre lenne, nem látna eleget előre. Hát a kocsiba is alul van a GPS-en, a, azért nem mögötted. De nekem nagyon úgy. Akkorát kibasztom valamit, hogy ez elengedhet. Mérlek már utol. Nem tudom utol érni. Ha bele pusztulok, nem tudom utol érni negyediket. Jó ez a lámbó, csak a végsebessége nem a legjobb szerintem. Mindjárt megmondom, hogy jobb-e az enyém végsebessége. Kéne egy új Verda. Majd mondom, Honda NSX. Igen, az jó. Hát 2, 3, 80 a vége, bazd meg! Igen, mondom ennek mennyi a vége. De már biztos nem 380. 383 van mennyi. A labóval? Fél árnyékban maximum. Ne, de lehet, hogy nincsen player ember. Jó, ez ugratott! Nem tudtam megfogni a két lambót. Ez meg! Az ugratót elrontottam. Én is elmentem mellette a nyívbe. Ú, bazen kettő ember is itt van előttem, faszom. Gyerünk. Nem tudom megelőzni őket. Ja, 5, 6. És 8. 8. Latin? A... Mi a és 13. A Porsche-val. A végén. A sárgával. Hát akkor nekem is azzal kell jönni. Jó pofa. Melyik Porsche? Szia Krisz! Carrera 4-es. A Honda NSX amúgy nem rossz, csak mondom. Ott van a névtestvérem, Gucci, ott van a Gucci. Gucci. Gucciék mögött értem be, bazd meg. Ott van a Gucci. Az hogy lehet, hogy Guttika mindig mögöttem végez majdnem? Valaki tudja? Én most is. Én nem tudok mit csinálni ember, nekem nem megy a Forma. Ja, de amikor előtte mész és nem tudlak megelőzni bazd meg a Forma 1-gel, akkor meg hirtelen. Né, múltkor izé félkézzel elő voltál Forma 1-ben. Jó, még egy aztán egy 5 perc szünet. Nem megy, bazeg, nem tudom mi. Nincs autóvásárlás. Mit tudom én. Rengeteget hibázok, hogy ezért Form 1-e. Hajd az 5 perc szünetbe. Én megvettem amúgy a Porsche, ugye a Lambót, és szerintem nem rossz, de nem. Nem. Kormánya, Honda NSX, szerintem jó. Az Audi... Nekem összkerékkel. De az nem, ne, ezt engedd el, Tehát nem az lesz, mert hogy nem azt mondom, hogy az jó, amit én mondok, hanem inkább azt, hogy van összkerekes, például ez a Lamborghini Essenza például összkerekes, ez csúszik, mint a moslék. De hogy hiába van neked, az Audival is olyanokat lehet driftelni, hogy beszarsz, tehát meg ugye amúgy híres a tapadása. Hogy ez na jó, kis barátom, most összeszedjük magunkat, és megpróbálunk betaporogni a top 3-ba. Milyen vágyaiban? Carrera 4-es, az Avanti? Timeless Edition? Yes, igen. Jó, köszönöm.
Az a sárga fekete csípkal, nem? Mhm. Az jó pofa. Az elég de jó. De én most nem azzal jövök, jövök TT-vel. TT-vel. Istenem, hogy nem mozod. Itt a retro. Ja, és nem küld egy izét, serleget, ugye retro. Ugye be fog rakni bazzeg a 27. helyre. Hozza a lambót, amit mondod, már sem meg kéne majd vennem. Úgyhogy ne hátulról induljak, ne hátulról induljak. Nem tudom, én most... Gyerekek, kaparjátok össze magatokat, mert itt a retro elkesek. Hát ez most szét lesz tincsában. Harmadik pozíció! Hatodik. Nagyon szarul indultam el, elbasztam. Hát az észre. Áj, nagyon szarul indult. Kikezdett, kerüljelek bazdnak. Nem, nem. Most! Nem tudom. Levágásra figyelni. Meg ne löki, rá át fogok esni, bazd meg. Ez nagyon, nagyon nagy a baj. Volt. Az volt a hiba, hogy kilök, mert hogy csávó kicsúszott és belementem. Engem lögdöstök folyton hátulról. Ha mi vagyok az? Nagyon jó érzés. Ne engedj be senkit hátulról, az a lényeg. Osztok! Az meg! Ez az! Ez valaki kiesett! Én voltam Kizu, aki ott volt az egy négyet. De már jövök. Áj, kabana, nem tudom elkapni! Ez a kanyar, öcsém, hogy hűvön kell izélni kanyarodni. Ez az. Ez Gergő, milyen kis agresszív volt. Ez bosszút követel. Jó. Most megfordult Gergő, mert sízik kutikával én. Ja nem, pont fordítva. Hogy itt vagyunk egymás mögött? Legalább nem néztem be azt a hülye kanyart, mint az előbb. Arra én is figyeltem most, de engem megdobott valami patka. Igen, engem is. Matyi, te is a kamerába jöttél, jól látom? Nem, én Aston Martinnal vagyok. Akkor a Gergő jön még itten. Kamaróval jött Gergő. Csak láttam egy narancsárga kamarót itt. Akkor nézd meg jobban. De ne fékezzél már be, ember. Fékezek? Hát akkor nem tudom mi volt, így összeütköztünk. Ó, basz meg kanyag! Há? Az elsőket már nem lehet megfogni megint. Hát ők is elhúzzák egy megfél arnyékot. Ez mi volt? Ember, a fék az megvan, hogy mit jelent? Belém kérdés nélkül jöttek belém. Látom, hogy jó. Ideális éved? Neked nincs kirakva? Nincs. Tedd már ki, ember, akkor tudnád, hogy hol kell fékezni. Mit szopatod magadat? Jobb ez így. Hát igen, érzem a seggemen. Nekem nem volt jó. Megfogtál. És hol van a Gutti? Hát lemaradtam, mert oda csapódtam mellé, de hát mit csináljak vele? Nem volt jó az ember, ha nem kapcsolod be azt a szart, a következő versenyre nem jöhetsz. Megint belém baszódott, tehát ez hihetetlen. Nálam is ezt szoktad csinálni. Mert nem tudja, hol kell fékezni, bazdnek, hát pedig itt jelzi ez a szar.
az már... Q2-ben ilyen lehetőség nincs, de viszont ott viszont nagyon baszol tudok menni, ilyen segítség nélkül. Igen, mert a falra neki mész, akkor is tovább lök. Mondjuk az igaz, hogy ott jobban figyelek arra, hogy arra nem kell figyeljek, hogy a falnak nem menjek meg. Nagy a verseny itt a 9. helyért. Hát, remélem utol. Engem a saját barátom, kilökött gyerekek. Itt tartunk. 2023 vége. Matyi megkúkolt, bazd meg. Hát, ez szép. Bazd meg! Hát érj utol. Nem olyan nehéz. Anyádat! Á. Na mindegy, ezt elengedjük. Milyen most szerintem Aha. Á, nem érlek utol titeket, de elmentetek valami. Nem mondom egyébként a féktáv dolgát, olyan, hogy van, hogy kell használni, van, hogy nem, de... Forma 1-nél nagyon oda kell figyelni, hogy hol fékezel. Ja. Street Tier 2-nél például pont van, hogy később fékezek, mert tudom, hogy nem kell még. Hát, ha ott ismered a kocsit, akkor igen. Meg olyan is van, hogy nem kell fékezni. Lődös sémá! Kézó, hanyadik helyen vagy? 14-en az nem. Vagyunk egy bolyba. 10-en. Egy bolyban vagyunk. Itt lögdösnek, aztán nem mindig jön össze. Lögdösnek, jöjjön a fénycsöpe. És kegyelem. Mi? Szétdobott a crew. A törődjél vele. Attól még el tudlak verni. Most már nem tartozol közénk, szia! És jó oldalba basztom, ott kilöktem a csávót. Várjál, most meg ő támad. Jaj, ne! Hú, gyere ide, álljál meg. Álljál meg. Úgy is utolérsz. Ez a kocsi. Jaj, ne! Lecsatolt a kormány. Azaz! Lecsatolt. Csatoljad vissza a felcsatolhatót aztán. Nem, be fog előttem érni, már nincs nitron. Úgyhogy most már nyugodjál meg. Kis barátom, beérsz. Lecsatolt kormányat? Tudod, milyen nehéz? Jó van, nem kell itt izé villogni, menjél a célba befelé. De ha nem, akkor betollak én. Megúsztad. Hú. Hello, akartam meg a G923-ason valami jó autós játékot, tudsz Forza 4 van eddig. Crew Motor Fest. Én tudom mondani, hogy a Crew 2 is nagyon jó. Á, nem, Hunor. Én kitoltam, kimaxoltam az Unbound-ot, meg a nagyon sokat nyomtam a online-t is, de nem. A más egy kicsit jó a Link Up nevű event, de nagyon unalmas, tehát egy idő után unalmas szerintem. Meg ebben több a lehetőség, ebben sokkal több a lehetőség, mint abban. Én imádom az Unboundot, de tényleg az egy más... Mi jön? Street Tier 1, Rally Raid és Rally. Meg nem csak, ja, meg ízi, ezért mondom, látjátok a kormányt, hogy miért mondom, hogy ezt nyomjátok? Mert kurva realisztikus amúgy. Úgyhogy ez zseni. Én ezt javaslom mindenkinek. Jó, akkor... 5 perc pihenő. Jó. Hát azt beszéltük, hogy lenyomjuk, aztán 5 perc pihenő. Akkor megállok a kocsival. Jó. Próbáljátok ki. Higgyétek el, hogy zseniális a játék amúgy. Nem véletlenül mondom. Tehát hogy minden tekintetben. A 650 jármű, ami benne van, tól kezdve a minden így is. Van bőven. Küldök idejének, hogy meghívjuk, mielőtt elmegyek. Küldtem. Van.
Próbáljátok ki, tudom, hogy sokan félnek a crewtól, de ne, pozitívan fogtok csalódni, azt javaslom. Na jó, mindjárt itt vagyok egy 3-4 perc, jó?